A Táncpedagógusok Országos Szövetsége évek óta kihirdeti szakmai díjait. Idén pedagógus napon a közösségi oldalukon tették közzé a kitüntetettek névsorát. A szervezet Mirkóczi Zita több évtizedes táncpedagógusi munkáját táncművészetért díjjal ismerte el. A névódíjas szakember hivatása kapcsán annak nehézségeiről is mesélt. Van sok tehetséges gyerek, és mégsem tudod bennük megcsillantani, vagy fölkelteni igazán az érdeklődést a táncművészet iránt, vagy nem annyira kitartóak, és azt nem tudod elérni, hogy az a kitartás meg legyen, mert az meghozza majd az eredményét is a munkának. Talán ez az egyik legnehezebb része, hogy én látom, hogy mennyire ügyes, látom, hogy mennyire jó, és valami mégis hiányzik benne. Lehet, hogy a kettőnk közötti kapcsolat nem olyan, lehet, hogy a gyerek nem akar beletenni annyi energiát, vagy éppen a szülő nem szeretné, hogy e felé, a pálya felé orientálódjon. Mirkóczi Zita az 1994 óta működő Pódium Tánc és Balettiskola egyik alapítója. Az intézményben az elmúlt évtizedekben több ezer növendék nevelése fűződik a nevéhez, közvetlenül vagy közvetetten. Közülük többen választották szakmájukként a táncművészetet. Mirkóczi Zita elmondta, már egészen kiskorban ki lehet szűrni, hogy valaki alkalmas-e arra, hogy később komolyan is a táncművészettel foglalkozzon. Hozzátette, az alkati adottságok mellett fontos a kisugárzás, a színpadi megjelenés és a művészetre való hajlam.